Jegenyefát ültettek a Múzsák ligetében, ezzel kezdődött a megújult Gárdonyi sír átadása. A sírnál Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, a jegenye felfelé nő keresi a napot szilárd és kitartó, mint Gárdonyi. Majd azt mondta, régi adósságukat törleszteni gyűltek össze az egriek, Gárdonyinak, Magyarországnak és önmaguknak is tartoztak. A Gárdonyi emlékév sok programmal ismét az egri és az országos köztudat részévé tette az egri csillagok íróját. Gárdonyi halála után egy ciszterci szerzetes kezdeményezte a sír megépítését, most a megújításban is jelentős szerepet vállaltak. Nyitrai Zsolt erre a folytonosságra is felhívta a figyelmet. A sírra csak a teste felirat került, az országgyűlési képviselő szerint ezen a napon itt volt a lelke is. Eger büszke örökségére, történelmi város, de egyben megújuló is, így látja Rázsi Botond alpolgármester. A megújulás kulcsa szerinte az, tudni kik vagyunk, mivel rendelkezünk. Dobó István megvédte Egervárát, Pirker megmentette a pusztulástól, Gárdonyi Géza pedig csillogóan tündöklővé tette Eger nevét egész Európában. Ez dr. Ternyák Csaba egriesek mondta. Gárdonyi a szabadság szerelmese volt, erről szól az egri csillagok is. Az író szabad volt a város, az egri polgárok a vár számára. Dékány Árpád Szixtus Zirci apát saját élményeiről, az egri csillagokról, Dobóról beszélt. Látszik, hogy Gárdonyi pedagógus is volt, fogalmazott, hiszen Dobó a vele küzdőket és a jövő nemzedékét is tanítja. Gárdonyi vállalta a hívő ember útját. Különleges évnek nevezte Sós István, az egri városszépítő egyesület elnöke az ideit, a sír felújítását pedig a 31 éves egyesület életében az egyik legjelentősebb feladatnak. Egri vállalkozók, egri magánszemélyek, egri képviselők, egri iskolák voltak azok, akik végül is azt hiszem, hogy maradandót alkottak. Méltó módon emlékeztünk Gárdonyira idén, véli Román Gáborné, a Várbaráti Kör elnöke. Egy gárdonyi gondolatot emelt ki, mindig az a jó, amit szeretettel művelünk. A sírhelyet 20 éve alakították ki, egyre rosszabb állapotba került. Két egri civil szervezet fogott össze, hogy felújítsák, mozgósították a várost. Többnyire nem pénzt kaptak, hanem munkát és anyagot. A Gárdonyi Bálon jelentettük be, hogy Egervár a barátainak köre a felújításhoz szívesen társulnak. A Gárdonyi emlékév alkalmából új kerítést, keresztet készítettek. Felújították a sírhoz vezető lépcsősort, rendezték a környékét is, gyeptéglával burkolták a dombot, kivágták az előregedett fákat. 16 vállalat szervezet segítette a munkát. Az ünnepségen a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium diákjai adtak műsort, majd dékány Árpád Szixtus Zirci apát felszentelte a sírt.